Őri László, a Baranya megyei önkormányzat vezetője nyitotta meg a Pécsi Egyházmegye és a Duna melléki református egyházkerület konferenciáját. Beszédében elmondta, hogy az egyházi szervezetek évszázadok óta dolgoznak a szegregált csoportok megsegítésén. Könnyebb, jól lehet alapvető feltétel, hogy az infrastruktúrális környezetet szükséges fejleszteni. Termelő egységeket létesíteni, intézményeket és iskolákat alapítani. Ez mind könnyebb, mint az emberek, a közösségek gondolkodását, a mentalitást befolyásolni, vagy azt megváltoztatni. Balogh Zoltán püspöki minőségében mondott beszédet. Kiemelte a segítségre szorulók saját felelősségét, valamint hosszan taglalta, hogyan kell ezen túl az elesettek és az azokat felemelni kívánók viszonyát új módon tekinteni. Nem is javasolnám senkinek, hogy osszon föl segítőre, meg megsegítettekre. Mint hogyha lenne a egyes számú, meg a kettes számú, és akkor a segítők, ha nem segítenek a többségi társadalom, akkor szégyeljék magukat, a kettesek meg, akiknek segíteni kell, ők meg mindig áldozatok. Nekik ebben az ügyben semmi dolguk nincs. Ezért töröltük fel a felzárkóztatás szót, és változtattuk felzárkózásra. A meghívottak között volt Hoppál Péter országgyűlési képviselő is, aki a múlt században és a rendszerváltás után nehéz helyzetbe került egyházi iskolákról beszélt. Mint mondta, az akkori kudarcok irányították az intézményvezetőket egy új irány felé. Ezek az iskolák a bezárás széléről, az akkori távfokon tudom, hogy 65 főről, ma már 98 fővel működő iskolát mutatnak, stabilizálódtak, Nagyharsányi stabilizálódott, és ezzel az inkluziós pedagógiai programmal egy keresztjén attitűdöt adtak az esélyteremtésnek. A megnyitót követő előadások a roma felzárkózásról, a kezdetben vándorló társadalom európai értékrendszerbe illesztéséről, valamint a jelenleg inkluzív pedagógiai programokról szóltak.